Mikor a Mihály Tomi engem az Omegába bekalauzolt, akkor a Laux volt az, aki azt sugallta, hogy a legtöbb reményt látja ebben az együtt dolgozásban. Egy este azt mondta Józsi, ami egy fordulópont volt mindannyiunk életében, hogy most már komolyra megy a játék, szerződünk a londoni dekkához, és hogy el kell kezdened írni a dalokat nagyban, gyorsan, teljes gőzzel, semmi más nem csinálhatsz. Nagyon jó, olyan bő 3 évet játszottunk együtt az Omegában, és aztán együtt alapítottuk az LGT-t. Kelet-európai elnevezés, hogy zenekarvezető, ami jelenthetett, ha kellett, művészeti vezetőt, jelenthette azt is, hogy valaki egy, hát idézőjelben menedzser, úgyhogy ő volt a főnökünk, addig, amíg el nem hagyott. Amerikából egy olyan pár hónappal a letelepedés után már írt, és mi ezen nagyon-nagyon sokat mulattunk, mert ő úgy írta ezeket a leveleket, mintha továbbra is ő lenne a főnök. Tehát, hogy picikém, így csináld, úgy csináld, mondd meg a Tominak. Nem tudom megmondani, hogy mi volt az, ami ő benne, hogy mondjam, valahol megtartotta ezt az LGT tagságot. És aztán, amikor hazajött már, és könyvkiadót csinált meg, tehát hogy tulajdonképpen nem nagyon muzsikált, akkor a 92-es búcsúkoncertre azért meghívtuk. Én minden percére annak, amit együtt dolgoztunk, nagyon szívesen emlékszem, akkor is, hogyha nyilvánvalóan ez nem minden perc volt valami nagyon jó vagy kellemes, de hát ő egy olyan ember az én életemben, aki nagyon sok mindent segített eldönteni, meg sok mindenben döntött helyettünk, és ő messze a kor előtt járt a zenei menedzselés tekintetében, és hát egy nagyon-nagyon-nagyon jó zenész volt.